Meglepte a Kisvárdát a mérkőzés elején a Zalaegerszeg, a hazaiak az első fél órában nem nagyon találtak fogást a vendégeken. Mindkét oldalon adódtak helyzetek, a 35. percben pedig megszerezte a vezetést a házigazda, Gosztonyi baloldali beadását Rajci fejelte a kapu bal oldalába. A 67. percben megduplázta előnyét a Kisvárda, ismét Gosztonyi volt az, aki a kapu elé lőtte a labdát, Fodor Ferenc pedig fejjel továbbította azt a zalaegerszegi kapuba. A 87. percben Horváth Adrián indult meg az ellenfél kapuja felé, és a Horváth Zoltántól visszakapott labdával a kapust is kicselezve szerezte meg csapat a harmadik gólját, magabiztossá téve a Kisvárda győzelmét. Ez a mérkőzés teljesen sima volt, én azt gondolom. Annak ellenére, hogy a mérkőzés elején nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, nagyon defenzívre álltak föl a zalaegerszegiek, majd 20 perc után én úgy érzem átvettük a ritmust, megtaláltuk az ellenszerüket, kicsit szerkezetben is alakultunk, és a gól után teljesen a miénk volt, úgy érzem. Szünet után már azt a rendszert játszottuk, amit kellett, megkívánt az ellenfél, és hát olyan fölényt alakítottunk ki, amelyben időkérdése volt, hogy mikor szerezzük meg a második mennyugtató gólt, majd jött a harmadik is, és úgy érzem, hogy ez egy olyan siker volt, amire a következő hétfordulóra lehet alapozni. A vendégek edzője szerint a rutin és a két csapat játék ereje közötti különbség döntött el a találkozót a hazaiak javára. A mérkőzést nem úgy kezdtük, hogy ilyen lesz a vége. Azt gondolom, három olyan komoly helyzetet hagytunk ki, amiből bármelyik bemehet, akkor kicsit szorosabb és nehezebbé, még nehezebbé tesszük a hazaiaknak a dolgát. Sajnos mi kihagyjuk ezeket. Az ellenfél az első beadás után a Rajci, mikor üresen marad, befejeli. Ez a különbség talán a támadók között, meg a helyezéseink között, hogy a Kisvárda csatárai az elsőt berúgják, nekünk pedig sok-sok helyzet kell minden mérkőzésen ahhoz, hogy gólt rúgjunk. A harmadik találatot szerző Horváth Adrián annak is örült, hogy góljának köszönhetően a csapat szakmai igazgatójával szemben megnyert egy fogadást. Nem is tudom, már nagyon jó rég szereztem gólt. Hál' Istennek most összejött, különösen úgy nagy öröm, hogy volt egy fogadásom a mesterrel, és így sajnos azt elbukta. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Mosonmagyaróvár 1-1, Szolnok Siófok 0-1, Kozár Miszlen Ceglét 2-1, Budaörs Dorog 2-1, Soroksár Nyíregyháza Spartakusz 0-1, Békés Csabacsákvár 1-0, Szeged Cigánd 0-1, Malmazújváros Grosics Akadémia 1-0 és Sopronvász 0-0. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 63 ponttal, megelőzve az 58 pontos Kisvárdát, amely a következő fordulóban Mosonmagyaróváron lép majd pályára.